Szeptembertől a litván válogatott tréning kitérő után ismét a Nemzetközi Kerékpárszövetség svájci edzőközpontjában készül a magyar pályaversenyző Szalontai Sándor, aki a szakágat 16 év után ismét olimpiára vinné, ehhez pedig kellett, hogy kivívta a jogot a három kvalifikációs világkupa részvételre. Úgyhogy most a bringást kérdezzük és kapcsoljuk. Sándor itt van velünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye ismét Svájcban készülsz, ahol te voltál már korábban, volt ott egy házi rend elleni vétség és hazaküldés, ez már a múlté. Ennyire szigorúk ott a szabályok, ilyen csomagellenőrzés, mindent bemutatni az edzőknek. Egyáltalán hogy néznek ki ott a munkanapok? Hát szigorúak a szabályok, igen, de mindenkinek van egy saját szabálya, egy saját boxa, ahol a kerékpárjai tárolja. Igazából ennyi, ott kell lenni időben az edzésem, de szerintem mindenhol a világon így van. Nagyon különösebb szabály nincsen, ami speciális lenne. Hát ugye itt az volt annak idején, hogy be kell mutatni ugye a mindenfajta csomagot az edzőnek, mert akkor ugye egy olyan bontatlan szer volt nálad, ami kereskedelmi forgalomban volt, és vada által tiltott összetevőt nem tartalmazott. Hát tulajdonképpen ez akár babfőzelék, meg strapacska is lehetnek is túlzással, nem? Hát igen, sajnos már minden olyan, mint tudjuk, a béres csepp is már fönn van a listán. Uh-huh. Mert brómot tartalmaz. Na, mindegy, nem ez a lényeg, csak hogy már nagyon sok minden olyan dolog fönt van, ami bemegy az ember a gyógyszertárba, teljesen nem számít rá, hogy mi az, és akkor világos, nagyon körültekintőnek kell lenni. Utána ugye, ahogy tettem utalást a litván válogatottal edzettél, ez mennyiben volt más, mi az, amit ott sikerült tanulni, szóval mi volt annak az előnye? Hát a litván válogatottnak egy orosz ember az edzője, uh-huh. és hát Szibériából jött, elég kemény ember. Aha. Úgyhogy elég sok mindent tanultam tőle, és azért most így, ahogy kijöttem, azért mondjuk úgy, hogy nem vagyok rossz formában. Világos, tehát akkor ez nem jött rosszul. Hát ez nem. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy ez jól jött. Jól jött. Na azt mondd meg, hogy ettől a kemény szibériai medvétől mit tanultál leginkább? Hát leginkább a pályán, a sprint közben kihasználni a teret, a gyorsulást, meg ugye egy teljesen másik erőszint, egy másfajta áttételeket használok. Mind az időmérő során, mind a futamok közben teljesen máshogy rakom össze fejbe a dolgokat. És ezeket mind most visszatérve Svájcba átvetted és viszed tovább és hasznosítod? Így van, így van. Mi most ott a legfontosabb edzési feladatod? Mindjárt majd rátérünk, hogy világkupa lehetőségek lesznek és ennek milyen jelentősége van, de most mi az, amiben leginkább benne vagy, mennyit gyakorolsz naponta? Hát naponta így délelőtt délután összeadva nyújtással, lazítással egy 5 óra biztos van. 5 óra biztos van. Ami ugye a lényeg, hogy ott leszel a pálya világkupa sorozat futamaim. Az a kérdés, hogy ez mennyivel vihet majd közelebb a riói olimpiához. Ugye 5 nagy versenyen kell annyi pontot gyűjteni, hogy megszerezhető legyen a kvalifikáció. Van 3 világkupa futam, van EBVB. No, hogy fog ez kinézni, hogyha minden jól néz majd ki? Hát most lesz az Európa-bajnokság nem sokára. Igen. 14-e, 18-a, és utána kb. Rá két hétre jön alig két hétre az első világkupa. Uh-huh. Hát ez úgy fog kinézni, hogy el kell menni az összesre, és a lehető legjobb helyezést produkálnom, amit ugye meg fogok tenni, 110%-ot fogok hozni. Úgyhogy nekem ezek a tervek. Egy kicsit azért menjünk be a részletekbe a kvalifikációba. Most abban, hogy te ugye a világkupán ott lehetsz, ugye 200-an küzdöttek 35 helyért, de mielőtt erre rátérünk, azt nézzük, hogy a végén Rióba hány kvótáért most hányan küzdenek, és ezeken a versenyeken hanyadik helyeket kell elérni, hogy szóval hogy néz ki a kvalifikáció nálatok pályakerékpárnál röviden szólva? Hát, hogy adódik össze, mennyire bonyolult? Hát úgy, kb. Annyira bonyolult, hogy kb. Ezeken a versenyeken olyan 12. helyet kell hoznom, hogy meglegyenek a pontok.
Már ugye megvan mindig, hogy kit kell megelőzni, és ki elé kell beérni. Tehát körülbelül összegészében az a lényeg, hogy ha te ezeken a EB világkupa ott lennél a 12. helyen, vagy fölötte, akkor az Riót hozna. Igen, igen. Uh-huh. Nézzük meg azonban, hogy mi volt a dolgok menete, hogy te ki tudtad vívni a jogot erre a világkupa indulásra. Megfelelő számú UCI pont szerzőverseny, megfelelő számú pontja kellett ehhez? Hogy nézett ki? Igen, igen, igen. Hát ugye vannak ezek a CL1-es versenyek, amiken ugye majdnem a, valamikor ott van a világ elitje. Sőt, van olyan verseny, ahol ami úgy néz ki, hogy mondják is az edzők, ilyen viccesen odajönnek, hogy hát ez egy kis Európa-bajnokság. Uh-huh. Na, ilyen te mondjuk, amit így neveztek, nem is szerepeltél rosszul, igaz? Hát nem, igen, nem. Azt lehet mondani. Igen. Van-e ezek közül a versenyek közül olyan, amelyikre igazán koncentrálsz majd, szóval melyik lesz a legnehezebb? Az ember nézegeti, gondolom, az indulókat is, bár persze azért a mezőny szereplői ismerik egymást. Van-e közülük legnehezebb? Hát talán a világbajnokság az lesz a legnehezebb, mert ugye az van a szezon végén, az utolsó pontszerző hely az olimpiára, és azért szerintem oda mindenki nagyon-nagyon fog izzítani. Hát főként, mert az utolsó lehetőség is annyira addigra már látni fogja mindenki, ki te is, hogy hol állsz. A pályakerékpáros erényeid és tudásod közül mit kell leginkább most aktivizálni, szóval mire számítasz leginkább, amivel te el tudod érni a Riói olimpiát? Hát az edzővel itt megbeszéltük, hogy egy nagyon jó időmérőt kell hoznom mindenhol, és akkor szinte nagyon jó esélyekkel indulok. Ezek az esélyek? Még kell menni futamot, de ugye minél jobb időt megy az ember, annál gyengébb ellenfelet kap. Uh-huh. Na most ezt a bizonyos esélyt jelen pillanatban itt még a legnagyobb kvalifikációs versenyek előtte százalékban mennyire taksálod? Hogy sikerül ez, amire már utaltam, hogy a Szabolcsi Szilvia volt, akkor ötödik volt 2000-ben olimpián, hogy te ott legyél olimpián. Hát én ilyen százalékos arányokat nem szeretek mondani, mert kerékpársportról beszélünk, és bármi megtörténhet. Szóval ez most olyan, hogy a múltkori versenyre nem ért oda a Trinidad tobogói srácok a kerékpárja. Uh-huh. És akkor mi történik? Uh-huh. Szóval nem ér oda a kerékpárról, egy-két-három nap múlva verseny van, és akkor áll a levegő. Az egyenlő a bukással körülbelül. Hát igen. Miben kell javulnod a következő időszakban? Tehát most a felkészülésed fókuszában mi áll? Hát, hogy gyorsabb legyek. Röviden tömören ezt az egyet. Uh-huh. Kicsit be kell gyorsítanom magamat, és sokat menni motor után, de hát ezt az edző tudja. Uh-huh. Aztán igen, hát kb. Így röviden tömören a gyorsasággal kell foglalkozni, mivel ugye a rövid a táv, 200 méterről beszélünk. Igen, most a 200 sprint arra kell koncentrálni, igaz? Igen. No, akkor tehát az EB következik, és hogyha most egy kicsit azon kéne gondolkodnod, meg nézel a célkitűzést, hogy ott hanyadik legyél, akkor gondolom, hogy nem is annyira a helyezés számít, mint az, hogy az ember versenyben maradjon Rióért. Mégis mit lőttél be magadnak célként az Európa-bajnokságon? Hát, ugye volt most ott egy verseny, egy ilyen kisebb verseny, sikerült megnyernem a versenyt, és uh-huh. új országos csúcsot mennem, és pályarekordot azon a pályán, ahol lesz az Európa-bajnokság. Ez jó előjel. Igen. Úgyhogy nem akarok megint számokat mondani, egy 10. helyet azért minimum várok magamtól. De minél jobbra számítok, minél jobbat akar az ember, ugye?
de hát ez sosem lehet előre megmondani, hogy ki milyen formában van. Hát Sándor, mi azt kívánjuk, hogy te legyél jó formában, és akár még nagyobb, meg kellemesebb meglepetést is okozzál. Jó felkészülést addig is, meg aztán Rióit érő szereplést a futamokon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm szépen. Viszontlátás.